GMGM, GM, és üdvözlök mindenkit! Itt egy újabb Bafilion Web 3 videóban. Ismét pénz állt a házhoz. Megkaptuk az airdropot, megjött a wormhole airdrop, úgyhogy erről fogok egy kicsit beszélni, hogy hogyan tovább, hiszen ennél nincs is jobb, amikor pénz áll a házhoz, de ez volt tegnap is, és ez lesz holnap is, és végig az áprilisi hónapban, és ez folytatódik májusban is, úgyhogy ha nem szeretnél lemaradni az információkról és a lehetőségekről, akkor most mindenképpen maradjál velem. A videó nem tekinthető befektetési tanácsadásnak, bla, bla, bla de ezt már úgyis tudjátok. Ja, és iratkozatok fel. Az a legjobb, amikor megkérdezik tőled, hogy hogy telt a napod, és te azt tudod rám mondani, hogy vajon telt, hiszen például ma is fölkeltem, kimentem a jacuzziba, utána klémeltem a wormhole eldroppomat, aztán elmentem egyet edzeni, elmentem egyet ebédelni, és most itt vagyok újra, és ugyanez a tervem holnapra is, és ezt csináltam tegnap is, nyilván emellett dolgozok is, csak hogy átérezni ezt az érzést, ezt a feelinget, hogy amikor az eldroppoknak megjön a gyümölcse, amiket csináltunk és Folytattuk ezeket hónapokon keresztül, most jönnek sorba, sorba, sorba. Tehát, hogyha még új vagy ezen a csatornán, akkor legyen mindenféleképpen feliratkozva, mert ilyen is hasonló dolgokról volt szó előtte is, és lesz is, és most pedig aratjuk a kemény munka gyümölcsét. Például tegnap ezt az eténát, ezt az enát kaptuk eldropba, aki ezt csinálta, és 0,5 0,7 között nyitott, 052 n lehetett kereskedni itt az elején, és most már 1 dolláron van ez az eldrop is, ezt lehetett szerezni a Binance Launchpool-ba, most lehet még szerezni a Bybit-en, mindjárt megmutatom nektek, hogy hogyan, és hát aki az eldropot csinál. Az etinának az oldalán az kapott tegnap ilyet. De mit érdemes ezzel csinálni, ha még van enátok és nem adtátok el? Nincsen más dolgotok, mint szerintem a legjobb választás bedobni erre a maradék egy hétre, még 5 nap, majdnem 6 nap van hátra, Bybit-en, és pontosan ezért mondom, hogy érdemes számlát több különböző platformon és felületen és cegszeken, Binance, Bybit, és megcsinálni a kic t hiszen itt a lehetőség is azonnal be lehetett tenni, és be lehet tenni az enát, amit kaptunk, és látjátok, hogy 1294-es APR van, persze ezt osszátok le 12 hónapra, ami azt jelenti, hogy a havi megtérülése ennek 100% lenne, de egy hét, tehát 25% durván, majdnem 30%-ot meg tudtok itt szerezni, itt a pool, stékeltek enát, enáért. Az APR 1078 a VIP-knak ugye nyilván magasabb, de akkor is szerintem abszolút ezt megéri csinálni, linket találtok hozzá itt a leírásba. Egyébként itt látjátok, hogy én amennyit kaptam, ezt a kis szerény mennyiséget, amit összetudtam, össze tudtam szedni ebbe az airdrop de ide be is dobtam, úgyhogy amikről itt beszélek, azt én mindig megszoktam csinálni, csak azt szoktam nektek is megmutatni. Aztán itt van ez a wormhole, amit mondtam nektek, és erre volt egy stratégiám, és ezért mondom nektek, hogy nagyon fontos, hogy egy videó mire kijön, az talán egy fél nap elteldik, vagy akár egy nap is, mire ezt meg tudom veletek osztani, de nekünk van egy ilyen, hogy Zonomo NFT klub, ahol, mint mondtam, nem csak NFT-kről beszélünk, és megosztottam ott a júdszos stratégiámat, Mókussal, Mókus ö, mutatta, Isi, én is, mindenki, ezt a stratégiát egy páran velünk is tartottak, amiről mindjárt beszélni fogok, de előtte, hogyha följöttök a Wormhole-ra, ti is tudjátok igényelni ezt az eldropot. Itt látjátok, hogy injektív, hogy injektívet stékeltetek, Osmos, Sui, Aptos, uh, EVM, tehát Ethereum uh, Virtual Machine, tehát az Ethereum hálózatán, l bármi, Solana, bármit, ha csináltatok, összetudjátok kötni egybe, a Wormhole W a jele, Eldrop uh, pedig a Solánán klémelhető, nem kerül semmibe, barom jó, meg is mutatom, hogy hol lehet egyébként ezt kereskedni a szexeken kívül, tehát Binance Bybit-en tesztesen lehet, és itt látszik, hogy még összevadáztam még az injective is, hiszen Injective-et stékelek, 243 vörm, amit nem is láttam, hogy ott van, tehát ezért jó, hogy mindent egy helyre kötünk össze, ugye itt vannak nekem a tárcáim, és kipróbáltam minden különböző tárcával minden különböző kombinációt. A fő tárcámra kaptam 2486-ot, ami azt jelenti, hogy abból 2000 a volt, erről fogok nektek mindjárt beszélni, de a többi tárcáról is, és végül az a szolánás tárcán fog landolni ez az eldrop, úgyhogy ezt érdemes megcsinálnatok, tehát itt a link a leírásban, mindenhez, amiről beszélek, airdrop.wormhole.com, mindig a hivatalos linkre menjetek fel, erre vigyázzatok, Szóval Welcome activity megnézik, hogy hol volt aktivitásotok, itt Verify, tehát itt jóvá tudjátok hagyni, aztán Connect to Solana, tehát ki kell választani ugye a fő Solana-t, küldi majd a tárcátokba ezt a Wormhole tokent, Claim tokens, és next step igénylés. Gyakorlatilag ennyi. Nagyon sokan kaptatok közületek is, ez volt a minimum a 243, ha megnézitek a jelenlegi árfolyamot, ez több mint 1 dollár, 1 és 2 dollár között van, másfél dollárra nyitott, tehát gyakorlatilag olyan 200 70-300 dollár ütötte legalább mindenkinek a markát, aki azt a minimumot meg tudta csinálni akár több tárcával is, amiket én mutogattam nektek a videókban, a mókus is, és még rengeteg más mindenki make it count, és rengetegen mások is mutatták. Szóval ezt igényeljétek, csináljátok meg még egyszer, amit csak lehet, csekkoljatok, és még egyszer gratulálok mindenkinek, hiszen ezen nagyon-nagyon sokan részt vettetek. Egyébként a Jupiteren, a jupag n lehet már ezt swappolni. Jelenlegi árfolyam, ha itt megnézitek, az azt hiszem 1,3, 1,27, 1,75 szolának a egy jó az árfolyam különbség. Szóval mindegy, itt tudjátok ezt csinálni, és még újdonság a Jupiteren, hiszen nekik lesz még eldropjuk, de erről már rengeteget beszéltem, megjelent a bridge funkció, eterről tudtok átbridge-elni ide, ki tudjátok választani, hogy melyik hálózatot használjuk, wormhole, ugye, annak volt most az eldropja. Na de, beszéljünk arról, hogy mi is történt, és hogy miért kaptam 2000 wormhole csak egy dolog miatt, és ez nem más, mint a Jutzon. A Jutznál bejött az a hír, hogy akinek van Jutza, az azonnal menjen föl a Discordjára ennek a wormhole és hitelesítse be, a snapshot pár órán belül meg lesz, ugye erre utaltak, és mi kaptunk is ezen a lehetőségen Mókus Isi és még páran Zonomóba, ott ezt ki is tettük, megosztottuk, persze ez nem tanácsadás, de én akkor azt mondtam, hogy szerintem ez megéri, mert az árát a Jutsnak tuti, hogy vissza fogja adni az eldrop. Akkor még nem tudtuk, hogy a Jutsért 2000-et kapunk, mennyit fog a Wormhole érni, és hogy a medlec tulajdonosok is mekkora összeget kaptak, az ami brutális, amit a Medlex NFT ért már eddig kaptak az emberek. De ha megnézzük azt, hogy a Jutsot 0,6-on vettem én viszonylag magason az utolsó pillanatokban, és még mindig 0,3-at ér, ami azt jelenti, hogy... Ha most eladnám, az 0,3-ba került volna nekem, az 1200 dollár, jelenleg, hogyha 4000 dolláros eterrel számolunk, de nincs annyi, szóval egy -e 1000 dollárba került, az egész vásárlás kb. 2200-ba került, és a 2000 wormhole az meg 3000 volt, tehát még egy ezres plusz, még hogyha ez az NFT nem is ért volna semmit, nekem ez volt kizárólag a stratégiám, eladtam azt a wormhole amit ezért kaptam, a többit megtartom, és el is mondom nektek, hogy miért tartom meg a Wormhole Eldroppomat. Hamarosan viszont ebből kivettem a pénzemet, és én mindig megvan a jutcom, hiszen ha nem is tetszik, nem is azért vettem, mert nem is bízok ebbe a projektbe, meg Frank Diggotsba már egyáltalán nem, de nekik is lesz még egy-két jutalom, úgyhogy ha már ingyen volt, akkor ezt megtartom, és még 1000 dollárt extra eltettem azon felül, amennyi nekem ebbe belekerült. Na de! Nagyon-nagyon érdekes, és mutattam nektek azt, hogy a backpack tárcánknak, ugye van egy saját exchange amire küldtem nektek többször már meghívott és sajnos sokan nem tudtatok ö, rajta regisztrációt véghez vinni mert olyan országba éltek és nem tudtátok kikerülni de nagyon sokan láttam hogy megcsináltátok és köztetek volt olyan akinek egész magas volumenje is volt na most ők akiknek ez sikerült és volt legalább 5000 dollár volumen ezen a backpack exchange-en február 13-a és március 18-a között ők menjenek és csekkolják a tárcájukat, hiszen 300 ezer usernek osztottak ki 27 millió dollárnyi wormhole ami brutális, úgyhogy aki ezt használta, az már megtérült, hogy ezt csinálta. Aztán itt van a monád, amire azt mondja Mókus, és az egyik zonomó tagunk, aki kimondottan egy dj én csak azt mondom, hogy valami durva dj dolog az, hogyha ezekben nagyon-nagyon belelátsz ebbe az egész világba, és ugyanazt mondja ő is, és Mókus is, pont ezt beszélgettük, és Barry is, hogy a Monád, ami szerintünk a Solana történelmének a legnagyobb eldropja lesz, ezt Mókus mondta nekem, innen is köszi az infót Mókus, adott eldropot a Wormhole a Monád community ami azt jelenti szerintünk Mókussal, hogy a Monád eldropjából is fognak kapni a Wormhole Community tagok, tehát a stékelők. Most még nem tudok mondani stékelő helyet, de biztos, hogy lesz hely, ahol lehet stékelni. Kaminón meg ilyeneken már elérhető, de hogy egy konkrét stékelési lehetőség, hogy kapni fognak a monádból. Na ez az a pont, hogy én miért tartottam meg még több mint 3000 wormhole tokenemet, hiszen csak 2000-et adtam el. Pontosan ezért ez volt az az indok, amiért én megtartottam, hiszen biztos vagyok benne, hogy ennek még lesz jövője, ez nem tanácsadás, ez szintén csak az én gondolatmenetem, az én információm alapján az a döntés, amit meghozok, de hogyha nektek ez az információ hasznos, akkor egy lájkot dobjatok a videóra, írjatok egy kommentet, és kövessetek továbbra is. Következő hír, amit itt meg is osztottam, egyébként meg szoktam veletek osztani itt a Discordomon, az Aphelion Web3 Discordnak van egy, egy csatlakozó linkje a leírásba, meg itt a Twitteren is, meg a csatornához tartozó magyar Twitteren is meg szoktam veletek osztani dolgokat, tehát nem lehet azt mondani, hogy titkok vannak. A Zonomo inkább csak arról szól, hogy még több információ, még gyorsabban, bármivel kapcsolatban, és egy nagyon jó közösség. Úgyhogy ha a Zonomózi szeretnétek csatlakozni, egy Patreon tagság kiváltásával tudtok csatlakozni a zárt Discord csoportunkhoz, ahol például most az utolsó podcastünk szintén több mint 4 óra 10 perces volt, el is fáradtam benne, igaz, javarész Mókus beszélt abban, hiszen rengeteg, rengeteg, rengeteg mondani valónk volt, és itt van a Blast, aminek az eldropja májusban lesz, és elkezdtem észrevenni, hogy az emberek elkezdik ö, fadolni, meg fédelik ezt az egészet, itt az Affiliate Web3 Discordon is láttam, hogy elkezdődött ez a Snowball effektus, hogy szerintük szar ez a blast, és hogy nem jó, és mindjárt meg is volt mutatni, hogy mi, mi az az aggodalom, amire az emberek okot adnak, hogy mitől, miért nem tetszik nekik még mindig a blast, de hát Uniswap és a blast már együtt dolgozik, és a blast egyre több helyen ott van, tehát ez egy óriási nagy dolog, amit az elején észrevettünk már az indulásnál, és akik az elején csatlakoztak, én biztos vagyok benne, hogy egy óriási eldropot fognak kapni, akik meg félúton vagy most, ők is nyilván ki tudják venni a részüket, hiszen még mindig azt mondjuk mókussal, hogy a gold pontok az az igazi alfa ezen belül, amivel a kis alak, a kis játékosok is tudnak egy tök jó eldropot csinálni. Szóval a uniswap elérhető a Blast hálózat, tök jó, nézétek meg. Még mielőtt rámegyünk magára a Blast témára, hogy miért van az aggodalom, mondhatnám nektek, hogy itt van az Affiliate Gang, ez ugye a District One platformja, ami gyakorlatilag eddig a legtöbb Blast Gold pontot adta, hogy a második részben mennyit fog adni, azt nem tudom, itt az Epoch, ebben a, ezen a héten, itt ugye az előző héten írták ki, fog érkezni az airdrop, ule airdrop, a gemek alapján kaptunk gold pontot is, ugye én nyilván kicsit többet, mert van csoportom is, de a legtöbb felhasználó 20 Ben, akár 50 gólpontot is kapott, és itt van jelenleg a második epok, úgyhogy szerintem még mindig érdemes ide is csatlakozni, nem muszáj venni tőlem sérsz, vagy ha nem vesztek sérsz, nem vesztek, de csatlakoztok ide, találtok egy linket itt a leírásba, 7-es jott m -m -m, de link a leírásba, ez a csatlakozó kód, és akkor utána ez so olét, tehát ha leköttök egy kis etert, akkor kaptok extra boostot. Rengeteget beszéltem, nem akarom magamat ismételni, de szerintem még mindig érdemes lehet csatlakozni, még akkor is, hogyha nem vesztek shares vagy akár mástól vesztek shares még itt countnak is van, nekem is mm, lehet tolni. Szóval Blast. A Blastnál ugye az a helyzet, hogy az a legnagyobb panasz, a legtöbb embertől, hogy nem javították még mindig azt, hogy mit mutat itt pontosan, bagosan mutat, és nyilván nem 201 pontot generálok ö, óránként, hanem legalább 100 ezer pontot, legalábbis én, közel 100 ezer pontot óránként, és az azért van, mert itt csak azt mutatja, amit innen generál a rendszer, és ez hibás, mert hát, ha megnézitek egy órával később, vagy egy nappal később, akkor nem, nem ennyi pontot kaptok. Ezt még mindig nem tudták javítani. Barom idegesítő, és sokak emiatt úgy gondolják, hogy ez egy óriási szar lesz, ez a blast. Én meg azt mondom, hogy gyakorlatilag az eteredet visszakapod, a többi pontot, amit generálsz, kapsz egy eldroppot, és az csak plusz lesz. Meglátjuk. Eddig mindenki, aki valamit szidott, hogy ez szar lesz és nem vett rajta részt, akkor utána meg csak nézett, hogy kár, hogy nem vett rajta részt, vagy pedig részt vett rajta, de fédelte, és nem tolta rendesen, utána meg azt a pár csak nyomtam volna jobban, nem tanácsadás, Mindenki maga dönt, ahogyan használja, én az információkat mondom, senkit nem akarok arra rávenni, hogy ezt még jobban tolja vagy tolja, de szerintem aki ezt csinálja, és csak szerintem az én véleményem, az majd májusban meg fog lepődni az airdropon, és örülni fog neki, hiszen baromi jó lesz szerintem. Röviden és tömören ennyit, mindenki döntse el, hogy használja a Blastot, ha nem akarjátok, akkor fogjátok, és az etereteket ki tudjátok már most venni, el lehet tőle köszönni, nekem ez a véleményem, és ez nem bántásból mondom, és nem az Affilion Discord csoportnak szól, hanem ott is láttam már, hogy valakik elkezdtek megijedni ettől a platformtól, de én rengeteg más a helyen is olvastam az ilyen kommenteket, mindenki döntse el saját maga, hogy mit vállal be, és hogy mit csinál. Na de, megosztottam veletek ezt a Plots Finance-nak az airdropját, amit már lehet igényelni, és hogyha több különböző NFT-tek van, például a Penguin vagy Ront Tékeltek, a Pixel land holdoljátok a Pixel tehát van ilyen land NFT-tek, a Pixelbe több mint száz szint fölölt vagytok, paralel van, new Cyber Playerek vagytok, Mávia holderek vagytok, van ReactK NFT-tek, OG Rankotok megvan az ő Plot Finance-nek a Discordján, vagy van Moka NFT-tek, vagy Blur stakerek vagytok, akkor kaptok itt pontot. Eldropot meg tudjátok nézni, én kaptam közel 7000 pontot, és egyébként, hogyha ezt a GSFQ tehát ezt a kódot használtak, akkor még arra extra kaptok 5% boostot, úgyhogy mindenképpen csekkoljátok, én 7724 pontot kaptam, és volt egy olyan kérdés, hogy ezt összeszabad-e kötni az az oldalon a tárcátokat, ugye ez mindig csak az én véleményem, de én csak azt mutatom nektek meg videóba, csak azt posztolom ki Discordra, amit én is megcsinálok, Úgyhogy ha én vállalom a rizikót, és az lenne a kérdésetek felém, hogy szerintem érdemese, én vállaltam a rizikót, nyilván összeköttem azokkal az oldalakkal, amiket megosztok veletek, de ez még mindig csak az én véleményem, mindenki dönts el maga, hogy ezt csinálja-e, csak azt az infot akartam veletek megosztani, amit megosztok, azt én is csinálok. Aztán az előző videómban valaki mondta, hogy mindig-mindig kiadjam a Blog t nem, nem hagyom ki a Blog Games, csak amikor azt a videót felvettem, tegnap akkor még nem tudtam újat mondani a Blog Gamesről, pont utána jött ki ez az eredmény. Én ugye a Lucky roll a First Come First served en tudtam részt venni, tehát aki kapja Marja, és 0-15-öt három rollom volt, legalább 17-et kiosztottam mindenki másnak, amit egyébként Marci-tól kaptam, neki is még egyszer köszi, hogy ki tudtam osztani az embereknek, és nekik sajnos nem sikerült, nekem sikerült a First Come, First Served. Én háromszor tudtam ezen részt venni, 015 Ethereum-mal, és ezért én meg is kaptam a 7429 bloknyi alokációt, amit majd hamarosan lehet ö, igényelni, hiszen a TGE, a, to a Token Generating Event, tehát amikor kibocsátok a token hamarosan lesz és ebből a 7429-ből a 15 át meg is kapom majd a TG-in, amikor kijön a token, a többi pedig vestingbe, az azt jelenti, hogy el van téve, és majd időközönként kapod meg. De nem magamról akarok beszélni, hanem rólatok, 771 os túljelentkezés volt a publicon, szóval, hogyha ti jelentkeztetek és küldtetek be etert, akkor csekkoljátok a presale.bloggames.com, link a leírásban, bármit, amit elmondok, és nézzetek meg, hogy nektek sikerült-e, vagy pedig tudjátok visszaigényelni az etereteket. Aztán még valami így a végére, az az pedig a moka amit megosztottam veletek többször, hogy érdemes csinálni a mokát, és a moka ID-vel is kaptok a moka LDR-ból, és hogyha csináljátok például, kraftoljátok ezeket a kis sárdokat, abból ki tudtok magatoknak váltani egy ilyen waitlist kártyát, és egyébként a questeknél vannak új küldetések, még több pontot tudtok szerezni, a craft kód pedig úgy működik, hogy ide mentek, és tudtak magatoknak kraftolni kódot, hogyha van ilyen sárd, és az nagyon fontos, hogy 40 sárd, és ezt fel tudjátok húzni még nagyobb százalékra is, hogy waitlist kódot kapjatok, a 40 ér 5 százalék az esély, és a 120 ér pedig 25 százalék, hogy beesik egy ilyen waitlist kód, úgyhogy ezt mindenképp érdemes csinálni. A sárdokat pedig úgy találjátok meg, hogy itt van egy ilyen, hogy sárdrás, amit szerintem még mindig érdemes csinálni, és ebből a sárdobból, amit itt igényeltek, tudtok magatoknak kraftolni egy olyat. És na, itt van még egy kód, akinek van, nincs moka ID-ja, az mokaverse.xyz, itt egy kód használja föl, hiszen ezeket a RIM pontokat, amiket itt mutat, ez alapján kap a Moka ID eldropot, tehát kaptok saját eldropot. Itt látjátok, hogy vannak új küldetések, és a Crypto.com-nak van egy ilyenje, hogy create a Moka ID for free, akár itt is tudtok szerezni, és ezért, hogy ezt megcsináltok, jár ez a RIM pont is, Úgyhogy lehet csinálni, lehet gyűjteni. Nyilván az NFT-seknek ugye sokkal nagyobb airdrop lesz, de egy Moka ID-val is tudtok szerezni. Ha a pre részt tudtok venni, és beaktiváltátok a kódotokat, a waitlistet vagy a fixet, akkor nagyon fontos, hogy ez a coin listen lesz, és a coin listen fog indulni a tokenjük, és ide nagyon fontos, hogy egy KYC-t el kell végezni. Sokan bosszankodtak, hogy miért pont itt, és hogy miért e ezen a platformon, és hogy az amerikaiak nem vehetnek ezen elvileg részt, hiszen KYC hez kötött, de hogyha ti részt vesztek, és tudtatok szerezni waitlist kódot, vagy pedig kraftottatok saját magatoknak, és beaktiválhatok, akkor a coin listre mindenképp csináltok egy regisztrációt, és a legvégén még azt elmondanám nektek, hogy igaz, véget ért a Parcel uh, szezonja, és most elindult az új season, de ne vegyétek ki szerintem még a, a bent lévő összeget egy hétig, hiszen még azt hiszem hat napig, most van egy ilyen boost, hogy igaz, már a snapshot megtörtént erre a seasonre, de uh, még egy, egy hétig, azaz már csak azt hiszem hat napig kaptok egy extra boostot, így néz ki nekem ez, a, ö, ez az egész, ennyi pontot tudtam szerezni, és itt van, hogy a parcel eldrop is ma, ma, majdnem itt van. Itt látjátok a pontokat, mennyit szereztek az emberek, ez az első kettő hely az valami brutális, főleg az a durva, hogy ki mennyit trédelt, LP, hova, miként csinálta, van, aki referából baromi sokat szedett össze, nagyon brutális. Úgyhogy ez a ranglista kihányadik lett, és itt még lehet boostot szerezni ezzel, hogyha még ezt benhagyjátok. Remélem hasznos volt ez a videó, rengeteg téma lenne még, de egy ilyen videóban nem akarom, hogy 40 perces legyen, így is már 22 perces lett, Úgyhogy találkozunk egy következő videóban, hogyha hasznos volt, akkor mint mindig mondom, egy lájkot, egy kommentet dobjatok rá ezzel, is segítitek az algoritmust, hogy felkapja ezt a videót, és több emberhez eljusson. És hogyha tényleg hasznos volt, akkor osszátok meg ezt a videót olyan barátaitokkal, akiknek ez hasznos lehet dobjátok el nekik privát üzenetbe, vagy tegyétek ki a Twitterre, bárhova, ezt persze megköszönöm. Köszönöm, hogy itt voltatok, és megnéztétek, és remélem, hogy hasznosak a videók, és ezekből az adropokból ti is részesültök, vagy részesülni fogtok. Találkozunk a következő videóban, addig is sziasztok! A hullám vasút, sikít, a BTC az már minden lompozi csak a DCA bro, ami hasít. Közös is tele a terem a bányagépekkel meg az terem a gyereket ebből letettem, a fiát valuta égetem GM GM,